Szeretettel köszöntöm a megjelent érdeklődőket. Jó estét kívánok. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Márfi Gyula érsekatyát, a Veszprémi Főegyház megye érsekét, aki első ízben körünknek a vendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, Isten hozta Szent Gálon. Bár ismerjük már egymást a katolikus bérvállások alkalmából, de most első ízben találkozunk ezen a helyszínen. Bizonyára mindenki értesült érsekatya karácsony táján megjelent írásáról, vagy elektronikus, vagy írott sajtó formájában, amiben érsekatya a nyugat-európai, illetve az Európai Uniós szociálpolitikai és egyházügyi dolgokkal foglalkozott, beleértve ugye a migrációs főáramlatot is. Most ennek az estének az az apropója, hogy a kormány meghirdette a családok évét 2018-ra. Így fogunk majd kapcsolódni részben ehhez a témához, de mielőtt átadnám a szót érsekatyának, egy rövid bevezetőt engedjenek meg, hogy gondolatébresztőként elmondjak. Gróf Teleki Gézának fogom 1951-ben barátjának írt levelét felolvasni. Ugye Teleki Gézáról tudni kell, hogy a gróf Teleki Pálnak, a néhai miniszterelnöknek volt a fia, ők erdélyi származásúak. Ugye Teleki Pálról tudni kell, hogy 2010-ben volt Magyarország miniszterelnöke, először 1920. januárjától 21-ig, tehát a nagy trianoni paktum után lett miniszterelnök Horthy Miklós felkérésére, és igen nagy érdemek szerzett abban, hogy Magyarország újra talpra tudjon állni. A második miniszterelnöksége az 39-től, tehát a második világháború idejére esik, 39-től 41. április 3-án bekövetkezett tragikus haláláig tart. Ugye gróf Teleki Pál egy nemzetközileg se ismert földrajztudós ember volt, és ünnepelt miniszterelnöke volt az országnak, hiszen az első és a második bécsi döntés alkalmával sokan éljenezték, és hát egy óriási feladatot hajtott végre. Hogy mégsem tartozik az emblematikus magyar államférfiak sorába mind a mai napig, az talán a numerus clausussal magyarázható, de most erre nem térek ki. A Teleki Géza szintén földrajztudós, nemzetközileg is elismert szakember. Ő 45 után, miután ugye a kommunisták átvették a hatalmat, egyébként a Horthy-féle háborúból a kiugrás során miniszterként folytatott titkos tárgyalásokat Moszkvában, és mivel hogy ugye a kiugrás nem sikerült, így emigrációba kényszerültek, kiment Amerikában, és a Washington Egyetemen tanszékvezető egyetemi tanár volt. Na most az ő leveléről szeretnék felolvasni. Ez a levél 1951-ben íródott. Én csak ezt azért fogom felolvasni, hogy lássuk, hogy micsoda válteszi képességgel rendelkezett ez a földrajztudós ember, hogy meg tudta jósolni Európának a jelen sorsát is. Úgyhogy a levélből egy rövid idézetet szeretnék felolvasni. Úgy érzem, hogy Európa legnagyobb ereje és kultúrájának nagysága a sok nemzet versengéséből alakult és fejlődött. Ha ez megszűnik, úgy Európa és országai épp oly sivár gazdasági munkatáborok és gyárak lesznek, mint Amerika. Kevés lélek és szellem, sok szenvedés és szervezés és gazdaság. És uniformizált magán és közélet. De lehet, hogy az a jó, és ez felel meg az új tömegléleknek. A kaotikus szellemű és lelkű szakmunkás embereknek. Sok bizalmam az elkövetkezendő fél évszázadra nem marad. Sokszor kérdem magamtól, hogy amit csinálok és csinálunk, annak van-e
értelme egyáltalán. Történelmeink a hatalom érdekében meghamisítva, mind meg annyi könyvünk, a Bibliától kezdve, sőt a még régebbiek is. Sok egyéni nézet, de felületes s mélyre nem ható. Rengeteg szervezkedés, írogatás, beszéd és beszélgetés. Emellett materiális gondolkodás többnyire a felületen, amit szakgondolkodásnak és tudásnak emlegetnek. Az egyházak a vallás épp oly felületessét tették, mint a bölcselkedők a filozófiát, mely régen nem tudás szeretetet jelentett, hanem a szeretet tudományát, a szeretet azon formáját értve, melyet Krisztus és Buddha hirdetett, és mely valójában igazságot jelentett. Igazságot pedig kikutat. Ha valaki teszi, kiheverít rá, avagy ki és rá ezzel ki ér rá ezzel foglalkozni, hisz ez nem mulatságos, se kényelmes, se pénzt nem hoz, se megbecsülést. Hát úgy gondolom, hogy ez gondolatébresztőnek jó volt, és azt hiszem, hogy kézzelfoghatóan érzékelteti azt, hogy 70 évvel ezelőtt ez a nagyszerű ember hogy tudta ezt az állapotot megjósolni, amiben belecsöppentünk. Most kérem főtisztelendő érsek atyát, hogy akkor a hitről, mint értető erőnkről, a történelmi magyar egyházaknak a szerepéről pár gondolatot szíveskedjen elmondani, és utána pedig talán mód lesz arra, hogy a közösség részéről is kérdések és válaszok hangozzanak el. Akkor megtérünk. Köszönöm szépen a fölkérdést. Egy ülve mondhatom, ugye közelebb is van a mikrofon, mint a fölállok. Hát igen, ugye a keresztény családnak annak az alapja a házasság. Házasság az pedig, ugye, mint tudjuk, házasságkötés a szentség, nálunk katolikusoknál legalábbis, ortodoxoknál is, vagyis úgy tekintjük, mint kegyelem forrását, isteni segítségnek a forrását, amely abban segíti az embert, hogy hűséges, jó házastárs és jó szülő tudjon lenni. Na mostan ezt a családeszményt, amely tehát a megszentelt szentségi házasságra épül, ugye ezt, ahogyan a Teleki Pál, Géza, vagy Géza is ugye megjövendölte vátesként, ugye valóban nagyon sok mélyütés érte az elmúlt 100 évben. Tehát hadd beszéljek most a negatívumokról. Az első ilyen mélyütés volt az, amit a nemzeti szocializmus vitt be a családnak. A második az pedig a proletár internacionalizmus. A harmadik pedig, amiben most is élünk, ez a kozmopolita globalizmus. Bocsánat, hogy most ilyen idegen szavakkal dobálózom, de talán mindenki tudja, mi az, hogy nemzeti szocializmus. Ugye ennek az alapja a fajelmélet volt, a németnek, a német, a germán fajnak a magasabb rendűségéről szóló elmélet, amely a családban úgy mutatkozott meg, hogy a családban a nőknek elsőrangú feladata a magasabb rendű fajnak a szaporítása. Fajszaporító tényező lett az asszony, és ez az elv volt érvényben, hogy asszonynak szülni kötelesség, lánynak dicsőség. Tehát nyilvánvaló, hogy itten már komoly családról, hitvesi szerelemről, szeretetről, de már szó nem lehetett. Aztán ezzel kapcsolatban az aktualitás miatt megemlítem, hogy kísérteties hasonlóság van most a muszlim asszonyoknak a szerepét nézve is. Ez az, amit sokan nem tudnak és nem is szabad elmondani. 1974 áprilisban a pakisztáni Lahorban volt a muszlim országoknak a világkonferenciája, és ottan Huari Bumedien, az akkori elnök,
a következő szavakat mondta, most megpróbálom majdnem szó szerint idézni. Eljön az idő, amikor a déli féltekéről tömegek fognak megindulni az északi féltekére. Nem barátkozni mennek, hanem hódítani. És gyermekeikkel hódítani is fognak. Asszonyaik méhe az, amely győzelemre visz minket. Tulajdonképpen ezzel meghirdette a dzsihádnak egy új fajtáját, amit így hívunk, hogy migráció. Tehát ugye a muszlim férfiaknak alapvető kötelessége volt, hogy pubertáskortól kezdve, amikor már nagykorúak lettek, részt vegyenek a fegyveres harcban. Az iszlám fegyveres, fegyverekkel való terjesztésében. Most erre ugye most már nagyon lehetőség nincsen, ezért lépett a hagyományos dzsihád helyébe a migráció. És ezt muszlim entelektüelek, például török mérnöktől hallottam ilyet, meg olvastam az Andi Bulád jezsuit atyának a könyvébe, aki közöttük él Egyiptomban, Alexandriában. Muszlimok mondják is, hogy Poitiersnél megállítottatok bennünket. Ez mikor volt 732-ben, amikor ugye már átlépték a Pirénusokat is, és már Franciaország közepénél tartottak, ott sikerült őket először megállítani. Martel Károly volt, aki megverte őket, és aztán utána lassan visszaszorították őket. Bécsnél megvertetek bennünket, ez 1683-ban volt. Megállítottatok bennünket, de most nem fogtok megállítani. Most újraindulunk, és más eszközökkel fogjuk elfoglalni Európát. Erről nem tudom, miért nem szabad beszélni. De ez sajnos ettől még realitás. És itten valóban a muszlim nőknek nagyon fontos szerepük van, az, hogy szülni. Egy muszlim családban úgy mondjuk 5-10 gyerek az a normális, amit elfogadottnak. Ha egy asszony van, a több, akkor meg még több gyerek. Tehát ugye ez nyilvánvalóan kísértetiesen hasonlít arra a náci elméletre. Csak az, ugye ottan a házassági szabályokat is fel lehetett már rúgni, de valóban mind a kettőnek a alapján, a mélyen ott volt egy elmélet, a fajelmélet, illetőleg a muszlimoknál a vallás elmélet. És mindegyiknél a felsőbbrendű faj, a felsőbbrendű ember. Tehát nem hátha tudjuk, hogy a muszlimok szerint ők, igaz hívők, ők magasabb rendű lények, mint mi vagyunk. Mi mindannyian káfírok vagyunk. Káfír szót nem lehet lefordítani. A török gyaur szónak a megfelelője egyébként. Gyaur kutya, körülbelül ezt jelenti a káfír is. Most egy kicsit eltétem a témától, de minden esetre elmondtam az első dolgot, amikor a felsőbbrendű ember lép a színre, és ottan a család is eltorzul. A felsőbbrendű embernek a szaporítása az kerül előtérbe, igazából a szeretet, szerelem, család, bensőség, hit, meg ilyesmi, azok már nem játszanak olyan szerepet. A második nagy mélyütés volt, mert a proletár internacionalizmus, a kommunizmus ugye adott be a családnak, ez pedig ugye a családanya helyébe a dolgozó nőt állította. Ugye itt most sajnos kevés a fiatal, több az idősebb, tehát talán még tetszenek emlékezni, bár olyan idős, mint én, kevés ember van, én már 75. évenben vagyok. Én emlékszem rá, hogy a gyárban dolgozó nő, ez volt, akit mindenki magasztalt, aki építi a szocializmust. És ekkor vezették be az abortusz törvényt is, tehát az egyik legliberálisabb abortusz törvényt. Gyakorlatilag szinte minden terhesség, mit tudom én, hát 6-7-es korig,
megszakítható volt gyakorlatilag. Be lehetett mutatni, hogy valamilyen ok megvan arra, hogy a magzatot elvegyek, és akkor egy csomó magzatot nem kellett világra hozni, azokat nem kellett fölnevelni, maradt az asszonyoknak idejük, és a népgazdaság pedig megtakarított egy csomó összeget, csomó pénzt, és ez is az egyik oka volt a Kádár korszakban létrejött viszonylagos jólétnek. Hozzá teszem még zárójelben, meg a külföldről felvett adó kölcsönök is. Tehát ugye nagyon sokan most még mindig vannak emberek, akik visszasírják a Kádárkort, ahogyan a Várasztottné fia is a pusztában visszakívánkoztak Egyiptomba, a húsos fazekak mellé, mert nem is voltak olyan jók, de hát utólag minden megszépült. De elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen a Kádár rendszer végén is már a jövő tartalékait kezdtük el fölélni. Mert ugye akkor indult el az ország öregedése. Fokozatosan csökkent a gyermekek száma, és ahhoz képest a munkaképes emberek száma, ahhoz képest fokozatosan növekedett a nyugdíjasok száma. És akkor aztán jött el a böjtje a korábbi ilyen, hát istentelen, pazarló intézkedéseknek. Aztán a harmadik mélyütés az, ami most is ér bennünket, ez pedig nem más, mint az, amit én így mondtam, hogy kozmopolita globalizmus. A kozmopolita azt jelenti, hogy világpolgár. A világpolgár számára nincsen haza. A világpolgár ott érzi jól magát, ahol a legkevesebb munkával a legtöbb pénzt keres, ilyen, hogy haza, szülőföldet nem érdekli. A rökközkötés. Hát most csak gondoljanak bele, hogy mennyit beszéltek itt arról, hogy a mai kormány az a fiatalokat, a végzett fiatalokat rökközköti, kötelezi őket arra, hogy néhány évig magyar beteget gyógyítsanak, magyar utakat építsenek, magyar gyárakat tervezzenek, magyar gyerekeket neveljenek, és így tovább. Micsoda dolog ez? Hát kérem szépen, hát óriási pénzbe került az ő tanítatásuk, és annyi kötelességet nem éreznek, hogy ebből valamit visszaadjanak. Azonnal kimenni külföldre, azonnal keresni azt, hogy hol tudok többet keresni, hát, hogy visszafizessek valamit abból, amit kaptam, meg se fordul eszébe, és a haza számára nem létezik, a haza rög. Ez számukra Magyarország rög. Na mostan ezzel együtt van az, hogy nem csak a haza kerül háttérbe, hanem a család is. Tehát mostan, ugye már legalább, nem sorom mennyi, 40-50 éve, lassan, hogy a családanyák helyében most már nem a dolgozó nő lép, hanem a szingli. Persze a szinglit az lehet alkalmazni férfiakra is, meg nőkre is. Szingli az, akinek egyetlen célja van az, hogy úgymond önmagát megvalósítsa. Önmegvalósítás. Önmegvalósítás önmagában nem rossz dolog, hiszen Jézus is beszél ugye talentumokról, amelyeket kamatoztatni kell. Hát a képességeinknek a kibontakoztatása az valóban fontos, de nem úgy, hogy csak a magam érdekeit szolgálja. És senkivel nem törődöm. Senkivel semmi jó célra nem kötelezem el magamat. Tehát ugye a szingli az egyetlen célja az önmegvalósítás, és ennek érdekében őrzi a függetlenségét, a szabadságát, és nem kötelezi el magát senki mellett. Sem a házastársa, sem pedig a gyermekei mellett. Mert ez már az ő függetlenségét már úgymond sérti. Különben így marad aztán magára, így fog majd végül csődbe jutni lelkileg. Nagyon sokan ilyen emberek vannak a dili házakban, ezt nekem ideg- és elmegyógyász rokonom mondja, mert elmagányosodnak. Na mostan, tehát ugye ez a harmadik mélyütés a családnak, amikor bevezetjük ezt a szingli kultuszt.
És hát ugye ennek sajnos a nyomai megvannak most is. Figyeljék meg, hogy fiatalok milyen sokáig óckodnak a házasságkötéstől. Nagyon rendes, nagyon jó szándékú fiatalok is nem mernek vállalkozni rá, hogy házasat kössenek, mert valahogy félnek tőle. Tehát az ember találkozik, meg ismerek ilyen embereket, nagyon tisztességes, jó szándékú hölgyek és urak, és valamikor 30 éves kor után kötnek házasságot, amikor már kevés az idő arra, hogy gyermekeket vállaljanak, és azokat föl is neveljék. Egy gyerek esetleg, maximum kettő. Harmadik az már szóba se jöhet. Pedig ha csak két gyermeket vállal egy család, ha minden család két gyermeket vállalna, ennyi lenne a termékenységi ráta, akkor is az ország öregedné. Mert például mondjuk apácák, papok, azok ugye nem kötnek házasságot nekik, tehát nem születik gyermekük, azon kívül vannak, akiknek meg a Jóisten nem ad. Manapság sajnos elég nagy a terméketlenség is. Ennek mi az oka, erre most nem megyek bele, mert ez egy nehezebb kérdés. Tehát ugye jelenleg Magyarországon ez a gyermek születési ráta családonként 1,4 fölött van már, de már ez is jónak tekinthető a néhány évvel ezelőtthez képest, 1,2-ről jöttünk fel, most már 1,4-re. Az utolsó három évben már emelkedik lassan a házasságkötések száma is, meg a keresztelések száma is. Legalábbis országos viszonylatban ez így van, lehet, hogy ez falun, ennek az ellenkezője tapasztalatom még mindig, de országosan már, hál' Istennek, így van. Hát most pénteken este is valami 40 embernek tartottam előadást, akik jegyesek. Tehát ugye ez 40 ember, az azért 20 család, akik most fognak majd házasságot kötni. Nos, tehát ugye ez a három mélyt is az, ami nagyon-nagyon megrendítette a családot, és ezzel szemben nem tudunk más csinálni, mint valóban hát imádkozni, és hangoztatni azért a keresztény család eszményt, hogy igenis vannak a családnak csodálatos értékei. Az, amikor egy férfi és egy nő elkötelezi egymást életre szólóan, ugye az igenis, ha ki tudják mondani, nem az, hogy jó leszel nálam, hanem az, hogy szeretlek téged most és mindörökre, ugye az végül is az vezet el a kiteljesedéshez. És a szép család, a gyermekek, a kölcsönös szeretet nem lehet bepótolni semmivel. De ugye az a helyzet, hogy elterjedt a másság kultusz az utóbbi évtizedekben, és minden, ami más, eltér a normálistól, az mind idealizálják. Tehát ugye az egynemű partnerek például, tehát két férfi köt házasságot, nyugaton ez már Németországban is nemrég vezették be, Spanyolországban bevezették már, a katolikus Spanyolországban két nő köt házasságot, vagy pedig az ilyen laza kapcsolatok, hogy hát egy időre, majd meglátjuk. Ugye Németországban már ez, hogy éjpár, meg mit tudom én, ilyen, hogy Gatte, meg Gattin, ezek már ismeretlen fogalmak lesznek lassan. Helyükbe lépett egy időben a Lebenspartner, az élettárs. Most már ez is elavult, ma azt mondják, hogy Lebensteilpartner. Önök között vannak, akik németül tudnak, ugye? Nem? De nem sváb község, aztán. Bocsánat. Ez is maguk magyarok. Szóval Lebensteilpartner azt jelenti szó szerint, hogy életszakasz partnerség. Egy projekt erejéig összebútorozunk, ez azt jelenti. Tehát mit tudom én, mondjuk hát egy gyereket esetleg világra hozunk, és azt egy korig fölneveljük, utána mind a ketten szabadokká válunk. Semmi sem köt bennünket, kötelez minket össze. Ez a Lebensteilpartner, ez egy új kifejezés. Na mostan, erre azt mondják, hogy az élettárs, meg az egynemű partner, az nem rosszabb, mint a házastárs, csak úgymond más. Erre szoktam én azt mondani, hogy uraim, bocsánat kérlek, de a kapufa meg a merdélövés is más, mint a gól.
de nem alternatívája a gólnak. Meg a tévedés és a hazugság az is más, mint az igazság kifejezése, de nem alternatívája az igazságnak. Vagy mit tudom én, a gyűlölet meg a közömbösség az is más, mint a szeretet, de nem alternatívája a szeretetnek. Ugyanígy, igenis kimondom, ezért majd nyilván meg fognak sokan támadni, mert mindenkinek szabad a véleményt kimondani, csak nekünk nem. Tehát igenis azt mondom, hogy, hogy sem az élettársak, sem az egynemű partnerek, anélkül, hogy ítélkezni akarnék a homoszexuálisok meg a leszbikusok fölött, mert ez csak Isten ítélkezhet mindannyiunk fölött, nem alternatívái a házaspároknak. Ugye Istenről olvassuk a Biblia első oldalain, hogy Isten a saját képmására férfinak és nőnek teremtette az embert, és egymásra bízta őket, és maga Jézus pedig mondja erre, hogy amit Isten összekötött, ember szét ne válassza. Különben a válás intézménye az ugye, a többnejűség is létezett a bibliai időkben is, de ezért fokozatosan kihalt. Aztán a válás, még Mózes törvény megengedte, de Jézus ezt eltörölte. Aztán ugye nagyon fontos a lelki egység, hogyha ez a lényegesebb. Tehát ugye sok mindent tartozik a lelki egységbe, hogy bizonyos ugye érdeklődési körben is jó, hogyha van közös témájuk. Tehát, hogy mit tudom én, hát egy teljesen egy olyan ember, aki nem foglalkozik zenével, irodalommal, ilyen magasabb kultúrával, az feleségül vesz egy tanárnőt, aki meg él-hal a zené, ez nem szerencsés. De szóval a lényeg az, hogy legyen köztük közösség, lelkileg is közösség, érdeklődésben és mindenben, és mindenek előtt pedig legyen meg az egymás iránti szeretet, szerelem. Ezen kívül fontos, és ezek nagyon súlyosan hiányoznak akkor maga a házasságkötés érvénytelenül, akkor is, hogyha püspök esketi meg őket. Tehát, ha nincs meg a házastársa, a házasulandókban az a ígéret, hogy valóban kizárják a hűtlenséget, a válást, és hogy egymást elfogadják numero egynek, rendkívül lényeges. Tehát a házasság, a férfi és a nő életszövetsége annyira alapvető, hogy minden más kapcsolatot überel. Tehát ha egy házasságban, házastársak között a numero egy továbbra is az apuci marad, vagy az anyuci, vagy valaki más, már meg lehet kérdezni a házasság érvényességét is. Tehát abszolút fontos, hogy a házastársak egymást úgy tekintsék, mint aki te vagy az első számomra. Nem szabad ettől még kizárni a szülőket, meg főleg nem a gyerekeket, de mindvégig az apának és az anyának, illetve a feleségnek kell, hogy egymás számára mint halálig numero egy maradjanak. Még a gyermekeknek sem szabad betolakodni az apa és az anya közé. Az sem helyes, hogy a gyereket jobban szeretem, mint a férjemet vagy a feleségemet. És a gyermek számára is az a legideálisabb, ha először is azt látja, hogy az anya meg az apa szeretik egymást. Akkor van leginkább biztosítva az ő harmonikus lelki fejlődése is. Tehát a szülőköz, amikor valaki házasságok, akkor a szülő már a második helyre kerül. Ezt el kell fogadni. Ha születnek a gyermekek, akkor már a gyermekek is a nagyszülők mögé kerül, illetve a gyermek is nagyszülők elé kerülnek. Tehát akkor első a házastárs, utána a gyerek, utána a szülők. Nem azt jelenti, hogy a szülőkről meg lehet feledkezni,
hogy nem tartozunk irántuk hálával, és nem kell róluk gondoskodni öregségükben, de igenis ez a helyes sorrend. Hitves társ, gyermekek és szülők, és nagyszülők, és rokonok, és egyebek, és barátok, és akárki más. Na mostan nem akarok túl sokat beszélni azért, én még elmondom azt, hogy igen, ezért abszolút fontos az, hogy a házastársak szeressék, és tiszteljék is egymást. Tehát a másiknak a jogait igenis vegyék komolyan. Ugye vannak olyan házasságok, amelyek kicsit majdnem a karikatúrája az igazi házasságnak. Tehát múltkor találkoztam egy nyugalmazott egyetemi tanárral, aki eljött a feleségével, aki festeget, nagyon jó képeket fest, ő a művésznő. Tehát mondtam ennek a tanár úrnak, hogy te nem ám egy nyugalmazott egyetemi tanár vagy a fenét, te a művésznő férje vagy. Tehát ez az elsődleges szerepet. Tehát ugye, de ez viszont nem jó, hogyha tényleg, ha valaki tényleg ilyen másodrangú szerepet kap a hitves társa mellett. Tehát ő a művésznő, ő meg a művésznő férje. Ő a művész, ő meg a művésznek úrnak a felesége. Vagy ő az egyetemi tanár, ő meg csak a tanár felesége. Tehát ugye az egyházi törvénykönyv az egyenlőség pártján van. A Bibliában vannak még ilyen férfi jogú dolgok, azok még az Ószövetségből öröklődtek, de valójában az egyházi törvénykönyv és a mai egyház nem ismeri az alávetettséget. Itt megint megjegyzem, hogy az iszlámban teljesen más a helyzet. Az iszlámban a nő, mondanak róla szépeket, hogy milyen nagy érték a nő, mit tudom én, anyák miért termőföldnek, mert nem tudom minek nevezik meg. Meg talán gyöngynek, meg bémát, bárminek, de a férfi tulajdona. És az iszlámban a nő igenis köteles engedelmeskedni a férjének. Az, hogy mikor tartják az intim kapcsolatot, azt a férfi dönti el, nőnek semmi köze hozzá. És ha a nő nem akarja, akkor figyelmeztetni kell a szent kötelezettségére, az engedelmességre. Ha nem engedelmeskedik, akkor meg lehet verni. És ez nem számít a sharia törvény szerint, nem számít bűncselekménynek. Az azonban elő van írva, hogy az arcát nem szabad megütni a nőnek, nem szabad olyan sérülést okozni neki, amely vérzéssel, zuzódással vagy töréssel járna. Tehát ez elő van írva. De igenis az, hogy megverhető. És ez nem bűncselekmény. Hát a sharia törvény a férfinek ezt a jogát biztosítja. Nem akarom tovább ragozni ezt a témát, de mindenképpen ott egyenlőségről szó nincs. A keresztény házasság alapja a felek közötti egyenlőség. Na mostan, és hát ugye alapvető érték a gyermek. A gyermeknek a kizárása érvénytelenné teszi a házasságot. De az is, ha valaki elhatározza, hogy nem fogja fölnevelni, vagy nem fogja egyáltalán vallásosan nevelni a gyermekét, az illető katolikus hívő, akkor az is még a házasságot is érvénytelenné teheti. De alapvető dolog, azért kötünk templomban házasságot, újra visszatérek oda, amit először mondtam, mert a házasság az kegyelem forrása. Isten kegyelmének a forrása. És hadd mondjak el itt még néhány apróságot, bár itt fiatalok viszonylag kevesen vannak, de az idősebbek majd elmondják a fiataloknak, házasságkötés előtt mire figyeljünk? Első, ne csak a külsőt nézzük. Nem mondom azt, hogy a külső az teljesen fölösleges. Tehát az, hogy most mit tudom, ilyen összeillünk-e termetre, így meg úgy, ugye az is nyilvánvalóan figyelembe vehető. Nem mondom azt, hogy a külső az nem fontos. Az, hogy az illetőnek milyen a diplomája, milyen nyelven beszél, milyen a környezete, a szülei, a családja, stb. Baráti körre, stb. Ez nem lényegtelen. De az első dolog, amire figyelni kell, az az illetőnek a lelke. Azt pedig csak akkor ismerem meg, ha beszélgetek vele.
ma meg ugye a fiataloknál ez sajnos nem, majdnem teljesen hiányzik. A kisherszegben is az van, hogy az idő, amit a rózsáddal együtt töltöttél, azt teszi őt páratlanná számodra, egyetlenné, az idő. Mi meg nem adunk időt egymásnak. Ez a házasságon belül is nagyon fontos. Házasságkötés után is nagyon fontos, hogy találjunk időt arra, hogy egymással beszélgessünk. Még ha 4-5 gyerek van a családban, akkor is. Legalább amikor lefeküsznek, akkor ne csak a tévét nézzük, meg a mobiltelefonnal babráljunk, hanem igenis legyen, vagy meg a számítógép előtt legyünk, hanem igenis legyen néhány szavunk egymáshoz. Tehát a lélek, a házasságkötés, családalapítás az a lelkek egybekapcsolódásával kezdődik. Én sosem voltam egyoldalú. Nem mondom azt, hogy minden más felejtsünk el. Nagyon sok dolog van még, ami fontos, de a legelsőt nem szabad elhanyagolni. A másik, megbízható emberek véleményét azért vegyék figyelembe. Tehát például jó szándékú szülők észrevételt, mert azért ugyanakkor, hogyha föllép az a bizonyos szerelem, előfordul az, hogy bizony vakká teheti az embert. Én foglalkoztam házassági peres ügyekkel, Szombathelyen is, meg Egerben is. Hát kérem, hogy mik fordulnak elő. Hát volt olyan jogásznő, doktorátus jogásznő, aki hozzám ment egy komplett őrülthöz. És nem vette észre, hogy az ember nem normális. Persze ez is szerepet játszott benne, hogy a beteg embernek a hozzátartozói volt köztük, mit tudom én, kórházi dolgozó, és mindent elkövettek, hogy az illető partner ne vegye észre. És sikerült nekik. És amikor megvolt az esküvői vacsora, akkor döbbent rá ez a fiatal asszony, hogy egy őrültel kötöttem, egy elmebeteggel kötöttem házasságot. Tehát ugye jóindulatú kritikát azért azt vegyük figyelembe. Figyelni az, hogy hogyan viselkedik az illető másokkal. Tehát aki például a szüleivel tiszteletlenül beszél, azzal nem szabad házasságot kötni. Volt egy esetünk Egerben, amikor mutatott a elvált férfi egy levelet, amiben a volt feleség azt írta neki, hogy bocsánat, most szó szerint idézem, anyám folyton pofázik, alig várom, hogy megszabaduljak, anyám folyton pofázik, pont, alig várom, hogy megszabaduljak tőle, pont, nagyon szeretlek, pont. Hát azért majd nagyon szeretek, nem tűnik elég hitelesnek, igaz? Hát el akar menekülni az anyja, uralma alul, ezért akar csak házasságot kötni. Tehát ugye, tehát aki például másokról, szüleiről csúnyán beszél, azt ne ajándékozzuk meg bizalmunkkal. Mi a véleménye lényeges kérdésekről, vallásról, gyerekekről, gyereknevelésről, erkölcsi elvekről, nincs-e káros szenvedélye. Most ezt nem sorolom, mert túl hosszú lennék. Összeélünk-e nem csak testben, hanem lélekben is, és a nagy kérdés, hogy ő szeret-e engem, és én szeretem-e őt. Ez a döntő kérdés. Vagy csak a rangját, vagy csak a pénzét, vagy csak az útlevelét, vagy valami egyéb dolgot szeretek benne, vagy pedig tényleg őt szeretem-e, és ő valóban engem szeret-e. Elnézést kérek most kicsit, az utóbbi időben nem volt nagyon időm készülni, tehát ezzel is egy kicsit most úgy hevenyészett ez az előadás, amit tartottam, de talán néhány érdekes dolgot el tudtam mondani, és az, hogy mostan a kormány hirdette meg ugye ezt a családévét, ezzel mindenképpen egyetértünk. Nem azért, hogy Orbán Viktornak kedvében járjunk, nem azért, vagy Soltész Miklósnak, vagy mit tudom én milyen Zsoltnak, a miniszterelnök helyettes, semmilyen Zsoltnak, nem ezért, azért, mert tényleg fontos. Magyarország, és mondhatnám, Európa jövője ezen dűl el, és ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy Magyarország megmaradjon, hogy holnap is még szóljanak a harangok, meg holnap után is, akkor a családot valahogy tényleg egyenesbe kell újrahozni. És ahhoz pedig valóban kell az imádság, és kell a kegyelem is.
Tehát imádkozni, aki még nem kötött házasságot, imádkozzék a leendő házastársaik családjáért, szülők is imádkozzanak a gyermekeikért, és próbáljanak jóra ösztönözni őket, és valami szent komolyságra, mert nagyon nagyok a kísértések. És Európa most sajnos úgy látszik, hogy Európa teljesen a vesztébe rohan. Teljesen. Eljutottunk. Még elmondhatok valamit? De az a helyzet, hogy most például Szent Család vasárnapján, december 31-én a Székesegyházban, én nem a körrevelt olvastam fel, hanem a Károly atya kérésére egy külön prédikációt mondtam, és ott megemlítettem azt, hogy én reménykedek abban, hogy Magyarországon a család újra elnyeri a maga méltóságát és jelentőségét, annak ellenére, hogy Európában, szinte Nyugat-Európában szinte egyetlen olyan államférfit vagy vezetőt nőt nem találunk, akit példaképnek tekinthetnénk. Fú, mit kaptam én ezért egy osztrák orvosnőtől? Írt egy nagyon-nagyon kemény tiltakozó levelet, hogy vegyem tudomásul, hogy Angela Merkel az igenis egy csodálatos nagymama. Hát Angela Merkel elvált, újraházasodott, és a második férjétől van neki két ilyen unokája, és a kamerák jelenlétében velük játszik, ugye, mert reklámozás is hozzátartozik, ez egy fantasztikus nagymama. Jó, lehet, hogy szereti, bizonyára szereti a gyerekeket, én ezt nem mondom, hogy nem, de hogy nem példakép Emmanuel Macron, francia államfő, az pedig 15 éves korában csábította előtt a tanárnője, azóta is azzal ér együtt, gyerekük természetesen nincsen az minek. Tehát Jean-Claude Juncker, múltkor megkérdeztem a Habsburg György főhercegtől, hogy igazi az, hogy minden nap megiszik egy üveg viszkit. Azt mondja, és akkor tévedni teszik, kettővel iszik meg. Ennek aztán család nem kell, világos dolog. De tehát azt mondtam, hogy ennek ellenére én bízom abban, hogy Magyarországon a család elnyeri újra a régi jelentőségét és fontosságát, de ez, még említettem azt, hogy annak ellenére, hogy egyre másra vezetik be a homoszexuálisok házasságát, ami nyilvánvalóan hát nem kedvez a családnak, ez minimum ennyit ki kell mondanunk. Hát hogyan születik két férfinak gyereke? Elmennek egy nőhöz, fizetnek neki, és a pénzért szül nekik egy gyereket, és sem tudja, melyik az apja. És mivé tudják nevelni? Hát csak homoszexuálissá. Nincs neki anyja. Hát szabad megfosztani eleve az anyától a gyereket. Hát ki hatalmazta fel őket erre a Jóisten? És ahogy említettem a Szodomát és Gomorát, meg a Római Birodalomnak a dekadens, hanyatló fázisát, hát Szent Pál megírja a rómaiaknak, itt rómaiak az itt levél első fedezete olyan kemény dolog, hogy azt én észre idéztem Keszthelyen egy búcsú alkalmával, és akkor azt mondta nekem a sofőröm, az Attilaknek, öt gyereke van, hogy Érsek úr, most menjünk el innen, egy darabig ne lépjünk fel ezen a vidéken, Érsek urat meg fogják verni. Pedig csak felolvastam Szent Pálnak a rómaiak az itt leveléből azt a részre, mert leírja, hogy Istennel szembeszegültek, Istent nem imádták, hogy kellett volna, ezért azzal bűnődtek, hogy Isten kiszolgáltatta őket hajlamaiknak férfi-férfival, nő-nővel űzött ocsmányságot. Tehát így van leírva a rómaiak az itt levél első fejezetében. Meg említettem Szodomát és Gomorrát, és erre azt mondja megint a orvosnő, hogy mi jogon hoztam én kapcsolatba a homoszexualitással Szodomát. Hát kérem szépen, most megírtam neki, hogy azt mondjam, olvass el a Teremtés könyvének 19. fejezetét, ott bent van, hogy Lót két titokzatos férfival találkozik a város kapujánál, behívja őket, megvendégeli őket, utána Lótnak a házát körülveszik a város férfiai, fiataloktól öregekig, és azt mondják, hogy add ki nekünk a férfi vendégét, mert szeretnénk megismerni őket.
Hát, hogy megismerni őket, ez a Biblia azt jelenti, hogy szeretnénk fajtalankodni velük. Ez szerencsétlen nő ezt ugye nem tudja, és akkor engem megtámad. Most megírtam meg, hogy mit jelentenek ezek a sorok. És hát ugye az, hogy Szodoma elpusztul a kénköves tüzes eső pusztítja el, ez lehet, hogy csak egy, tantörténet, tehát nem biztos, hogy ez a betű szerint így történt meg, mert Szodomának és Gomorának ennek a kénköves tüzes esőnek a nyomait őszintén megmondom, nem találják a tudósok, de akkor is igaz a történet, mert kifejezi azt, hogy abban a korban már ilyen emberek éltek, és ez igenis pusztulás jelent. Szodoma és Gomorra Ábrahám idejében létezett, körülbelül 1800 évvel ezelőtt. Római bizalom hanyatlása, meg Jézus korában, Szent Pál korában már megkezdődött. És ezek a modernek mondott életmódok, tehát most megint mondom, nem bántom a homokos szexuálisokat, de az, hogy kultuszt csinálunk nekik, meleg büszkeség napját, az igenis, az keményen elítélem. Mert ezek nem a jövőbe mutatnak, hanem visszavisznek minket a római birodalom dekadens fázisába, 2000 évvel ezelőttre, illetőleg Szodomába, 3800 évvel ezelőttre. Ha ez nekik modernet, akkor legyen a kedvük, tetszésük szerint. De ne ezzel foglalkozunk most, hanem azzal, hogy tényleg imádkozunk azért, hogy a Jóisten kegyelme, a Szentlélek kegyelme valóban világosítson meg bennünket. Világos, hogy lássuk az igazságot, hogy lássunk, és adjon erőt, hogy ezt tudjuk képviselni a világban. Elnézést kérek, hogy sokat beszéltem, mert tudják, a püspökség együtt jár. És az ember szót kap, szavakból nehezen fogy ki, de most tényleg befejeztem. Nagyon szépen köszönjük, és a Katya.